Szeretettel emlékezünk Latorcai János országgyűlés alelnökére és hitves társára, Újházi Arankára, akinek az alkotása a Szárnyas Oltár, valamint a szép, feltalálókat jelképező ikonkép, aminek a kihelyezése megtörtént. Szóval ünnep, és az ünnep az erőforrás. Ebben a rohanó világban kell nekünk egy-egy pillanat, egy-egy perc, egy fél óra, egy óra, amikor egy csöppet megállunk és töltekezünk. Mi az ünnep? Odafigyelés. Mindenkinek más emlék csendülhet meg a szívébe az ünnep szó hallatára. Az ünnep szó régi írásainkban is előfordult, mert ünnepelni akart az ember, és ünnepelni akart itt a Kárpát-medencébe a mi népünk. Mit jelent? Szent, magasztos, boldog. Tehát a szó eredeti jelentése szent nap, amikor egy picit más lesz az ember. De nem úgy, én nem azt nem szeretem, amikor valakinek azt mondják, hogy amikor a templom kilincsére teszed a kezedet, akkor felejtsd el és hagyják kint mindent. Nem. A templomba dolgozd föl mindazt, ami nyomaszt téged. Mert ez az ünnepnek a lényege. Nem az, hogy egy fél órára, egy órára félreteszem. Nem. Abba a fél órába, abba az egy órába feldolgozom. Mindaz, ami fáj, mindaz, ami nyomaszt, mindaz, ami igazságtalan volt, és mindaz, ami örömteli. Az ünnep szó hallatára ennek kell meggyulladni, és ezt szerettem volna megvalósítani. Alkotásaink, terméseink. Mi mindenre képes az ember? Mi mindent tudott létrehozni? A Szent Istváni Szent Koronának a hiteles másolata. De ott vannak az albumaink. Minden esztendőben, hogy mi történt, amikor itt vannak a hívek, amikor valamit alkottunk, amikor valamit formáltunk. Ott vannak a gyümölcsök. Kezünk alkotása. Ott vannak a tudósok. Igen. Noha azt mondják, hogy a mai ember nem foglalkozik a történelemmel. Egy nap, amikor mégis a történelemhez kell folyamodnunk. Miért? Nem csak azért, hogy a sárgult lapokat föl elevenítsük, hanem hogy példát és erőt merítsünk belőle. Hogy is történt? Amikor a történelemhez folyamodunk, mire emlékezünk? A világhódító terveket szövő második Mohamed szultán minden katonai erejét országunk ellen fordította. Miért? Mert mi voltunk az a bástya, amit neki érdemes volt megtámadni, amit neki fontos volt elfoglalni. És nem csak Hunyadi János, de a pápák is érezték a veszélyt, Bizánc elfoglalása után. Hunyadi ezt írta a pápának, harmadik
Kálixtusnak. A vallás és a kereszténység ügyéről van szó, vagyis az emberről, és az emberért folyt a küzdelem. Végső lehelletemig nem fogok fölhagyni törekvésemmel, hogy hazámon segítse. Igenis, van benne haza, és van benne együttérzés és segítés. Van benne összefogás, és van benne önmagát felülmúló lehetőség. Ez az ünnep, amikor önmagát felülmúlja, amikor valami többet hoz ki magából, amit egyszerűen elgondolna, amikor nem megoszlik, hanem összeadódik. És a szultán akkori viszonylatban óriási volt, 300 ágyúval és 150 ezer katonával indul a magyar határ felé. És megindult az ostrom. Elsőként az ostrom zárat biztosító török flottát semmisítette meg a magyar sereg. És gondoljunk bele, a 150-nel szemben 30 ezer. És a 30 ezer nem azt mondta, hogy vége, veszett fejszennyele, hanem a 30 ezer győzött a 150 ezer fölött. Mire képes ez a magyar? És újból mondom, nem csak a múltnak a sárgult lapjait akarjuk most idézni, hanem erőt meríteni belőle, mert erő van benne. Török ágyúk lerombolják a várfalakat, és a szultán elérkezettnek látta az időt arra, hogy általános rohamot indítson. És Hunyadi e szavakkal buzdította katonáit. Vagy megszabadítjuk Európát a veszedelemtől, vagy elveszünk Krisztusért. Nem aktuális ez ma? És gondoljunk bele most, október 12-e, egyben a választások napja. Védjétek meg Krisztust, és a romos falakon gyilkos küzdelem, a török nyomul előre, és amikor az egyik ostromló a vár falára ki akarja tűzni a török hadijelvényt, akkor még sokat számított a zászló és a hadijelvény. Akkor nem volt más eshetősége, és nem tudott más tenni, mint hogy átkarolta, és mélybe zuhantak együtt. Tudta, hogy az életét áldozza. Vannak hőseink, vannak megfontolt, igazi, mély emberi cselekedetek. És ezért szerettem volna összekapcsolni a múltat és a jelent, mert ma is vannak alkotások, és milyen alkotások, milyen albumok, és milyen írások. A kiskert gondozásától kezdve a történelmi és tudomány nagyjainkig sok-sok írás itt látható a gyümölcsökön és a kis sütiken keresztül, mert az emberi alkotás gyümölcse. Így kapcsolódik össze az ég és a föld. Nem két világ van, egy világ van.
És mi, keresztények, ezt az egy világot összekapcsoljuk, hitat képezünk. Déli harangszó a győzelem emlékét idézi. Igen, 1456, de mondhatnám azt is, hogy 2014. Hát nem lehet a győzelemnek a napja? Harmadik Kalixtus az egész keresztény világ ünnepévé tette. Hunyadi János Krisztus hatalmas bajnoka a keresztjele alatt. És a kereszttel nem öldököltek. Ezt csak azok mondták rólunk, akik ellenünk akartak, vagy akarnak beszélni. A keresztjel volt. És a keresztért érdemes volt. Mert a kereszt megtestesített valamit. Valakit, aki él, és akinek a közösségének mi tagjai vagyunk. Hitet tudott adni ennek a népnek. Így vagyunk mi, egy édesanyának, magyarok nagyasszonyának az ünnepői, és ez az ünnep. Így hallgassuk azt az örömhírt, amelyet az Isten küldötte, az angyal mond el. Angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Kedves megjelentek, tisztelt Rozgonyi Zoltán alpolgármester úr, aki mögött Zugló polgárai, Slatorcai János úr, mint a Magyarországgyűlés alelnöke, mögötte parlamenti képviselőink és Magyarország népe. A Római Katolikus Egyház képviseletében pedig Hajnal György, kanonok plébános úr, legyetek most tanúim, és kérem még Szent István királyunkat ott fönn, és Szent Jeromost, akit itt megjelenít ez az ikon. Ti mind legyetek most tanúim. Feljogosítva a magyar feltaláló társadalom vezetőjeként, a Magyar Feltalálók Egyesülete, mely 25 éve újjáalakult jogelődje, József Ferenc főherceg által elnökölt Magyar Feltalálók Országos Szövetsége. Mi képviseljük azokat, akik jogvédett szellemi tulajdont hoznak létre. Találmányokat ebben a nagyobbik kosárban van egy sor példa és szerzői joggal védett műveket. Magyarok nagyasszonya, 976 évvel ezelőtt Szent István királyunk fölajánlotta országunkat, a Szent Koronát lábaid elé helyezte, amikor nagy bajban volt, oltalmad alá tette. És most
én szimbolikusan ezen a szép ünnepen Magyarország királynéja lábai elé helyezem szellemi tulajdonnal védett alkotásainkat. Mert nagy a baj. Történelmi mélyponton van a bejegyzett találmányok száma. Soha ilyen kevés műalkotás sem született történelmünk során. Tehát az indok, szűzanyám, segíts a magyar alkotókat, hogy teljesíteni tudjuk feladatunkat az egyre-egyre növekvő polgárok ellátását. Hisz az anyagi javaink végesek, melyet az Istentől kaptunk, ugyanannyi energia és anyagi erő van rendelkezésünkre, és egyre több embernek kell ellátást nyújtani. De van egy feltaláló társunk, ebben a könyvben itt leírta a jövő gazdaságát. Ő Olá György, a jó Isten éltesse, Kaliforniában él, és nem csak nézegeti a Nobel-díját, hanem megírta, a jövő energiája széndioxidból és vízből előállított metilalkohol, mint hordozóanyag fogja szolgálni az ember boldogulását. És itt megjelenítve a szellemi tulajdonnak a szerzői joggal védett részét, található egy kis segédeszköz a gyermekeknek, hogy jobban tanuljanak. Most ránézek az alkotójára. Aztán itt van egy gyönyörű mesekönyv, amely elnyerte a kulturális innováció világversenyét, mit rendeztünk Nürnbergben. Ugyanaz az alkotója, aki ezeket a gyönyörű ikonokat festette nekünk, Latorcainé Újházi Aranka. És ez a könyv kombinálva a hordozókat, még fizikai eszköz is van, egy kis repülőgép, aki repíti a gyermeket elalvás előtt, és zene, és gyönyörű versek. Vagy itt van hordozón új zeneszámok. Aztán a tudós lexikonban az összes magyar tudós adata. Nagy Ferenc testvérünk, presbiter valamelyik református közösségben, ő szedte össze. És egy érdekes könyv, ami azt mutatja, hogy egy arab testvérünk, aki tökéletesen megtanult magyarul, gyönyörű verseket ír. És hogyha egy fohászt eleresztetek, Khaled Nashwan kandidál a miniszterelnökségért Jemenben, és most van a nagy húzavona, és megérdemli a Jóisten segítségét, mert olyan elme és olyan jó ember. Itt van a találmánya is, ami az érszűkületet gyógyítja hanghullámokkal. Wenzli Gyula egy egyszerű kis eszköz, szőlő, szedő olló, ami úgy vágja le a szőlőt, hogy közben meg is fogja. Az elektronikát testesíti meg Kocsis Andráséknak. Itt a találmány lényege. A vonat közlekedést ellenőrzi. Hát volt egy eset, hogy két szerelvény majdnem összeütközött. És megoldották a problémát. Reméljük, hogy bevezetik Magyarországon. Itt egy dobozban egy híres találmány, amely nagyon sok pénzt hozott a konyhára, a Covington. Szántai Csaba, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke,
legnagyobb élő, Magyarországon élő kémia tudósunk, Olá Györgynek a barátja, itt mondtunk szentmisét, és imádkoztunk a felgyógyulásáért szélütésből. És most Csaba a múlt héten a feleségével elment egy étterembe. Az ima ereje. Aztán a vakoknak segíti a tájékozódást ez a szemüveg. Ultrahangot bocsájt ki, ami visszaverődik, hasonlóan a tolatóradarokhoz. Vagy itt van a híres alumíniumból készült harang, fölréselve, hogy szép hangja legyen, mert egyébként az alumínium úgy hangzik, mintha egy bilit kongatnánk meg. Aztán egy mechanikus eszköz, vagy itt van egy szívritmus figyelő, vagy egy gyerekjáték, egy gyógyteja, itt a híres zokni csipesz. Aztán van egy mécses, ami nem kormol, Huszti Árpád kémia tanár csinálta meg. Tehát magyarok nagyasszonya, lábaid elé helyezzük alkotásainkat, és kérjük, hogy adj nekünk erőt ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk kötelességünket, megsokszorozni az anyagi javakat. És tisztelt kanonok plébános úr, az utolsó gondolat, ez a kép itt. Mint a Feltalálók Világszövetségének elnöke, számos országban jártam. Brüsszelben például térden csúszva a jó üzletek szűzmáriája előtt, ami egy kegykép, valamikor a skót királynő adta a brüsszelieknek, és ott, aki gyertyát gyújt, reménykedik abban, hogy az üzlet hozzon neki sikert. Aztán Varsóban van a mérnököknek egy kegyképe egy templomban, ahova a mérnökök járnak, és köszönetet mondanak, ha sikerül valamire rájönniük. Hát itt pedig, ettől a pillanattól kezdve van a feltalálóknak egy helyük, ahol kérhetik az Úr kegyelmét, megköszönhetik a kapott segítséget, és lesz egy pont itt, tehát elindul valami, amikor mi már nem leszünk ebben a teremben, de majd érezni fogjuk. Igen, ott voltam, amikor elkezdődött. Magyarok nagyasszonya, segíts minket, és oltalmad alá helyezzük alkotásainkat, szerzői joggal védett műveinket. Köszönöm szépen, kanonok úr! Istenünk, tanításod szentel meg minket, árasz ki bőséges áldásodat ezekre a tárgyakra, add, hogy akik ezeket akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőle testi, lelki erőt és üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Amen. És a munkaeszközöknek, hiszen ezeknek nagy része munkaeszköz is, nem csak dísz. Urunk Istenünk, Te vagy minden tudomány és mesterség ős forrása. Te világosítod meg az emberek elméjét, hogy mindig új és új munkaeszközöket és alkotásokat hozzanak létre. Kérünk, áld meg ezeket a tárgyakat, add, hogy ezek, akik ezekkel dolgoznak, a Te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék,
munkájuk gyümölcsét szándékos szerint élvezzék, és elnyerjék az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Megszentelem és megáldom ezeket a kihelyezett tárgyakat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.